A Hóvirág tökéletesen szól a Bakelit lemezről. Ezen fogják ugyanis a debreceni rajongók hamarosan meghallgatni a Margaret Island legújabb albumának dalait. A zenekar harmadik lemeze a napokban látott napvilágot, és ez a dal az album nyitódala. A Hóvirág a változást szimbolizálja, ezért indítja ez a dal a sort. A vidám, játékos és bohém csapat ugyanis azt mondja, megértek a változásra. A nagy találkozás előtt elcsíptük őket, hogy meséljenek az újdonságról. Szerintem most már a gondolatiság is, meg a szövegeknek a mondandója sokkal mélyebb, meg sokkal több a, nem is tudom, a szomorúbb dal, nem csak a napfény, nem bújtunk most annyi természeti kép mögé, hanem vannak konkretizált dolgok. Van benne dühösség is. Igen, van benne düh, van benne ugyanúgy vidámság is, tehát hogy így azért egyre több érzelmet fejtettünk ki magunkból, és tényleg így nem elbújni szerettünk volna, még jobban megmutatni magunkat. Ez azonban nem mindig volt egyszerű, hosszú út vezetett idáig. Nagyon sok mindent kipróbáltunk, sokat kísérleteztünk, egy-egy dalnak akár 5, 6, 10, 15 verziója is volt, voltak, amik kevésbé sikerültek, és aztán tovább dolgoztunk rajta, teljesen megfordítottuk, úgyhogy ez az útkeresés jellemző volt erre az alkotói folyamatra, és szerintem találtunk új színeket is, meg vannak régi színek egy kicsit. A debreceniek előtt már a szegedi és a pécsi rajongók hallhatták az új dalokat. Nem csak ők, hanem a zenészek is izgultak, ugyanis számukra is ismeretlen volt a helyzet. Szerintem első este nem nagyon mertünk a közönségre nézni, vagy nem tudom, azért ez elég ilyen kiszolgáltatott helyzet kicsit, hogy ott ülnek előttünk az emberek, és amin egy évig dolgoztunk körülbelül, azt először hallhatják, és hát ez számukra egy óriási izgalom. Ha mondjuk így csak jelző szinten azt kérdezném, hogy milyen lemezt vártok, akkor mik merülnek föl? Amíg a srácok hátul elbújtak, hogy felkészüljenek a nagy eseményre, a közönség találgatta, hogy vajon milyen lesz az új album. Először bátortalanok voltak, de aztán röpködtek a különböző jelzők. Vidám. Milyen? Csodás. Milyen? Boldog, pozitív, csodás, vidám. Ezután viszont már mindenki türelmetlenül azt várta, hogy testközelből is láthassa a kedvenceket, akiket természetesen vastagsal fogadtak. A dalokat különböző blokkokban mutatták be, amelyek keletkezéséről aztán őszintén nyíltan beszéltek. Amíg a Bakelit lemez forgott, a fények is lekapcsolódtak, hogy pár percre csak a zene létezzen. Viki mosolyogva mesélte, hogy számára ez azt jelenti, hogy nyitottnak kell lenni egymás felé, és elfogadni a különbségeket. Ez elhitett ember szerintem azt mondja, hogy ahány félék vagyunk, és ahány fél ember létezik, mindig embert úgy kell szeretni, ahogy van a problémáival, a gondjaival, vagy a temperamentumával együtt, és ezt kell elfogadni. A zenekar közönsége nagyon változatos, korosztályban is. Egészen apróságok is fürkészve figyelték az eseményeket. A közönség találkozó után egy mini koncertet is adott a zenekar. Annyira könnyen bele tudja élni magát az ember azokba a dalszövegekbe, amiket ők énekelnek, és bármilyen hangulatod van, akkor tudsz egy olyan dalt találni, ami neked tetszik, és pont akkor odaillik abban a pillanatban. Túl a kerger,